Itt is vagyunk és csődbe mentünk, szóval most azonnal támadunk és reméljük, hogy addig nem fordulnak ellenünk a zsoldosaink. Mi még te is háborúba hívsz? Ki ellen? Ó, az egyik elszakadó. Ez ellen, az egyik elszakadó csehűbéres ellen, vagy venthűbéres ellen. Várjunk, micsoda? Hadban állsz vele? Ja igen, oké. Okay. Ja, szent háború, oké, okay, persze belépünk. Csak hogy jobban kedvelj minket. Na gyerünk, fejezzük be gyorsan a csatát. Ez a csata gyorsan be fog fejeződni. Azontalanok voltatok, puff. Oké, okay, már nem megy erre a pénzünk. Á, üldöznek, remek. És hogyha csak lemeneteltetted volna azt az 5000 rohadt embert onnan északról. Azzal a csatával lezárul a háború, mi meg börtönbe kerülünk, remek. Na, majd legalább Alias! Alias, Alias? Legalább Alias szabadlában marad. Na, nem, még nem zárult le a háború teljesen. Ezt a szent háborút úgy tűnik nyeri a francia király. Batista. Persze, te leszel az új vallási vezetőnk. Te meg menj és lopj technológiát Prágából, még mindig. Remek. Na most nem merd elkobozni a területünket. Tényleg, hogy elkobozza a területünket, akkor megkapja az adósságunkat is? Az érdekes lenne. Egy pillanat. Oké, okay, itt is vagyunk. Ja, vonja vissza a másiktól a grófságokat. Meghaltunk? Nem, kiengeded minket. Aj, de jó fej vagy. Köszi, Almerik. Vagy Almerik, vagy mi vagy te. Remélem, hogy a fiadat mondjuk nem fogják ennyire szeretni a hűbéresek, mint téged. Meg tudjuk esetleg? Á, biztosan tudjuk megölni. Miért hívsz be a háborúba és milyen alapon? Mert Karolink vagy és mi ellen? Gaszkoni herceg ellen. És miféle háborúról lenne szó? Savoy. Magadnak követett Gascon, de a lányod már Poitjői, szóval... Nemet kell mondanom, bocsi, és regem le van morzsolódva. Á, de jó, van egy új, jó, legjobb barátunk. Filip. A Toulouse-i házból. Furcsa, hogy ők sem emelkednek hatalomra. Vagy... nem ők a hercegek már a játék elején? Mindegy. Furcsa, hogy a Toulouse-i ház nem a Toulouse-i trónon ül. Kasztíliában melyik ház uralkodik? Á, még a régi Asturiasi ház. Visszanyúlik egészen 730-ig. Ó, a vendek megnyerték a függetlenségi háborút. Úgy látom az egyiket, mert ezek elszakadtak. Nem, ezek még harcol. Ja, ők már megint egy jogért harcolnak. Bernardo, első Bernardo jogáért, első Bernardo az kicsoda. Kiosztotta a cseh királyságot? Azt a rohadt idiótáját, főleg ennek a kunháznak. Hú. Ez a birodalom nem lesz sokáig itt, nézzétek meg jól. Angliában furcsa, hogy ennek a Lockhart háznak nem történt meg a hatalmát. Mondjuk már olyan szinten, most mondjuk már olyan szinten kiterjedt ez a ház, hogy a Lockhartok harcolnak a Lockhartokkal. Minden dinasztiában marad. Mi? Nem, ahogy megváltoztatta az örökösödési törvényt. A rohadék primogenitúra. Na, de remélem, hogy most a hűbéresen megutálták... Nem. Fenébe.
azért érdekes, hogy a Vent király katolikus, viszont a két legerősebb hűvére se a jeruzsálemi és az itáliai király meg eretnek, de Jeruzsálemet lerohanták a tulunidák, Itália meg áttért. Jó, ő a régi király? Nem. De, ő az, nem? Ja igen, behódolt a tulunidáknak. Na, a féltestvérünk felnőtt, kivel házasítsunk össze. Foti hozta olyan helyzet vagy, hogy megörököld a trónt? Nem. Navarra... Valaki, akinek nincs területe, de szövetséget tud összehozni. Nagy Margaret, ó, ez Németország lenne. Valaki, aki esetleg már felnőtt, nincs. Akkor jó lesz Fotios. Lehet, hogy magának követ egy birodalmat, és akkor majd megyünk valamivel a szövetségünkre. Megyünk valamire a szövetségünkkel. Úgy tűnik, ezt a császárságot el is veszik a vendek. Szörnyű. Szegény szvatopluk. De egy karolinga... Ja igen, még mi jegyeztük el Adélával. Nem fog sokra menni. Ruténia polgárháborúba? Yep. Második Olga. A szvatopluk felnőtt. Hát te sem nézel ki kimondottan nyugati szlávnak, de már egy... Egy lépéssel jobb, mint, hogy is hívják volt, Andrei. Meg Milic. Csődbe? Hogy vitte csődbe ezt a birodalmat? Az elmény mindig lenyűgöz. Megörököd egy kupac baromi jó adófizető cseh területet. Meg Konstantinápoly is az övé. Hát, ha nem fosztották ki a vikingek minden egyes területét, ez egy kicsit elfogadhatatlan. Ja, ezért nem ismertem rá az előbb a királyra, mert más korona volt rajta, amin keresztül látszott a kopasz feje. Legalábbis azt hiszem. Na, az öröm meghalhatna, mert a fiát nem fogják annyira szeretni. Büszke, cinikus és lusta. Emeljük az adót a... városokon, hogyha tudjuk. Nem tudjuk, vonjuk vissza a szavazást, még mint valaki megsértődik. Hűbéreseim utalnak? Jap. Álvád meg, nem is fog újra egyesülni a birodalmunk, mert született egy fiunk. Akkor az eljegyzés itt eléggé... szükségtelen. Gyerünk már engedj oda. Úgy, köszönöm. Ja, megtörjük az eljegyzést, ez egy kicsit le fogja vinni a kapcsolatainkat, de ez van. Na, kivel hozzunk az egy szövetséget? Veled már van. Legyen mondjuk... Ó, maga az akvitániai herceg. Burgundia. Ah, Bretagne. Velük talán megyünk valamire. Már csak gondolkoztam rajta, hogy Bretagne-jal legyek, de... Az a helyzet, hogy ezeket az országokat kívülről nehéz lenne megzabálni. Főleg Bretagne-nyal, viszont belülről van rá esélyünk, ezért döntöttem inkább egy Karolink herceg mellett. Amúgy skótok jó erősek. Furcsa, hogy még nem szereztek jogot Angliára és zabálták meg azt is, mert akkor szerintem akkor már kikiáltatnák magukat brit császárnak. Ja, amúgy igen, amit korábban megemlítettem, hogy a területek meg tudják változtatni, hogy melyik birodalomhoz vagy királysághoz tartoznak. Schleswig most már a német-római császársághoz tartozik hivatalosan is. Miután a német nem a bajor királyság hivatalos része lett. Dinasztia térkép elég érdekesen néz ki. Másnak Szeljuk, mit csinált ő közben? Feltételezem megtámadtak valamiféle. Nem támad valakit egy szent háborúba és védekezik egy dekadencia lázdás ellen, méghozzá Szökmen Szamzid erői ellen. Töm-töröm-töröröm-töm-töröm-töröröm. Fabrikálja már nekem jogot Nantra? Hova lett a... Ja, nem küldtem ki újra valamiért. Akkor inkább fabrikálj nekem egy jogot La Marche-ra. Vagy mi ez?
Szörnyű, amit az emmi csinál a birodalmammal. Az emmi nem is segít a bizánci császárnak, aki ugyanabban a dinasztiából származik. Amúgy miféle háborút vív? Első Bernardo királynak követelik a Vent koronát. Ő melyik király? Ő lesz az újdonsült... Nem a cseh király, hanem a... ő lesz az olasz. Otto ne... Nem. Ki első Bernardo? Oír. Bernardo herceg. De itt azt írja, hogy első Bernardo király jogáért. Tehát valamelyik királynak kell lennie. Ő nem. Magyar királyság nincs. Lengyel királyság... Litván királyság nincs. Lengyel királyság nincs. Akkor nem tudom, hogy melyik Bernardo. Lehet, hogy ez valami bug, és ő... erre a Bernardóra gondol, a galileai hercegre. Erre megszületett egy lányunk, aki egy törpe. És az én baltám. Azosítsuk össze az angolokkal. Másság eléggé rendesen megváltoztatja az erőviszonyokat, hogy úgy, ahogy van, nincsenek normandiaiak. Miután ugye sosem történt meg az északi invázió Normandiában. Aminek köszönhetően Normandia sosem támadta meg Angliát, aminek köszönhetően mindig ott vannak azok a büdös angol szászok. Miután az Emmi elvesztette a teljes ír királyságomat. Ó, Svédország áttért. Amin én már évszázadok óta dolgozok. Ó, de a fia egy másik házból van és pogány, remek. Norvégia meg még nem tért át. Hát tudom ide, meg úgy látom polgárháborúval küzdködnek, nem szent háborúval. Akkor ezek elszakadtak egyszerűen? Ja, úgy tűnik. Éppen harcolnak a ziridák ellen. Ja, tudom, hogy hőbéresei lettek a ziridák. Régen övék volt a kalifátus, nem? Ja, igen, övék volt a Sia kalifátus. Ó, létrejött Mali. Egy nyugat-afrikai pogány megszerezte magának Malit? Hogy a fenébe? Hogy győzte le az Idriszeket? Ezeket legutóbb még kiirtották. Biztos egy lázdásból. Ja, mert nincs semmi rokona, tehát ez valami lázdás lehetett. De visszatértek a nyugat-afrikaiak. Ezekkel érdekes lenne játszani, csak az a baj, hogy a Tunidek már egy akkora blobot képeznek ott éjszakon, hogy reménytelen a helyzet. Hát vagy inkább úgy fogalmazok, hogy orosz rulett. Hogyha a Tunidek szétesnek, akkor simán nyerünk, hogyha meg nem esnek szét, akkor rácsesztünk. Jó, új kalifai ház, Jazrida. Yep. Nem, ez már volt egyszer. Ja, egyszer már voltak. Csak most vették vissza a hatalmat. Felségünk megint terhes, annak ellenére, hogy még mindig utál minket. Ejde jó nekünk. Ó, Aliaszt hozzáadjuk Felső Burgundia hercegnőjéhez. Aki jelenleg független? Független. De egy kupac ember magának követeli a trónját. Tudod segíteni neki a háborújában? Ja. Most segítsünk neki a háborújában, vagy szükség van rá. Nem, egyedülre ezt nyeri, és ezt is nyeri. Nem, ezt veszti. Akkor ebbe belépünk. Úgyis kell egy kis gyakorlat az embereinknek. Megsemmisítjük ott, ez mi? Szávoly? Nem. Neuchâtel vagy, hogy kell kiejteni. Megsemmisítjük a csapatait, és megszálljuk a grófságát. És ennyit arról, hogy megörököljük, mert a Akvitániai király éppen most követeli magának a fenébe. Semmis az eljegyzés. Ah, van egy új fiunk, Bermond, remek. Még valaki, aki kiszabálni fogja a birtokainkat. Pömpör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 öm
Másnag... Újabb polgárháború esetleg az óta van? Nincs, de benne vannak egy... háborúban... Aquitania szövetségesei? Szóval jött össze. Rang szerint... Gerhard lánya... Richeza elvette az aquitániai herceget. Ez nem jó.
Egy nagy karaván, persze gyerte be a várunkba, örüljetek aljatoknak. Ja, beszélj nekünk Hindusztánról. Persze elfogadjuk Beri Hunt, a kasztrált szolgát. Hol van Beri Hun? Á, ott. Aliaszt neveltetjük veled. És még nem jegyezzük el senkivel. Nem lépek be még egyszer a pártodba, te rohadék! Pontosabban nem lépek be abba a pártba, amivel az apád egyszer már csődbe húzott, te rohadék. Az apja volt, nem? Vagy újra kiosztották azóta a hercegséget esetleg? Nem, az apja volt, börtönbe halt meg. A háborút Akvitánia simán nyeri. Az úgy sem mondja, hogy Burgundia még fönnáll, és egyik Karolink se követelte magának az egészet. Arra meg visszavegyük a csapatainkat, ha is mondhatjuk őket. Akvitánia úgyis megzabálja a hercegséget. Pedig ezek itt gazdag területek szoktak lenni. Technológiailag milyenek? Hát nem rosszak, jobbak, mint a miénkek. Amik eléggé szörnyűek. Állandó csapataim lehetnek már? Még mindig nem. Hm. Dolgozz ma azokon a jogokon. Miért fizetlek én téged? Évi 15%-a... 14% esély az nem is rossz. Töm-töröm-töröm-töröm-töröm-töröm-töröm. Közben amúgy itt mi történik? Ó! Oh! Megszerezte magának itt a szigeteket egy... Ja, a norvégok hűvére se, értem. Úristen, hányadik norvég királynő ez már? Sok. Túl sokadik. Jó, a második, de az is sok. A Bolt házból. Mikor nyitott ki a Bolt? Hm. 1052-ben halt meg az első, szóval ez nem egy eredeti ház, hanem úgy jöttek be időközben. És nem tudom mennyire hallatszik ez be, de először házasodnak a házam mellett, most a mentők rohangásznak mindenféle szörnyű, ezek nem hagynak felvenni. Na, lássuk, valakit bebörtönöztek. The Interlaken. Mi a fene ez a név? The Interlaken? 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 Úristen, milyen nevek vannak itt. Nem baj, megérdemled, hogy börtönbe vagy. Most azt hiányozna, hogy egy ilyen ház elterjedjen és végén tudjam kimondani az egyik császár nevét. Ó, miféle gyenge jogról van itt szó? Akvitániát követeljük randomoknak. Beját követeltjük randomoknak, és... Á, Akvitániát kétszer is követeltjük randomoknak, egy de jó nekünk. Várjunk, Akvitániába egy nő? Hm. Azért át kéne raknom oda a tanácsadónkat, de... Mert amúgy van arra is esély, hogy egy komplett hercegségre fabrikál egy jogot, és az nem ártana nekünk. De szerintem elég lesz egyelőre ez a grófság. Akvitánia lehet, hogy egy kicsit most nagy falat lenne. Természetesen most az Akvitán hercegségről beszélek, és nem az Akvitán királyságról. Ilyen a nyugat-európai játékmenet. Baromi lassú, amikor éppen nincs keresztes hadjárat. Pláne, amikor én nem tudok pártot alapítani se... Ó, itt az egyik rokonunkat mondjuk a trónra juttathatnánk. Próbáljuk meg. Indítsunk pártot. Ben... mi a neved? Bertrandot. Rögtön kaptam érte egy titulust, köszi. De engem nem lehet lefizetni. Csak nagyon sok pénzzel. Nagyon sok pénzzel. Akvitániai Frederit. Milyen tróra? Ja, Akvitániára. Oké. Okay. Hú, már megijedtem, hogy az én trónomat akarja neki követeltetni. Várjunk, nekünk van esetleg egy... Nem, minden testvérünket kiházasítottuk a fenébe.
Csak mert összehozhatnánk össze meg az egyik rokonunk között egy matrilineális házasságot, és akkor legalább a dinasztiánkba tudnánk szerezni, vagy a dinasztiánkba tudnánk hozni Akvitániát, de ennek a pártnak úgy sem sok esélye. Összesen egy darab gróf támogatja. Mondjuk a Toulouse-i, de akkor is csak egy gróf. Mondjuk a Toulouse-i gróf olyan messze van Toulouse-tal, amennyire fizikailag lehet a királyságban. Már itt a Toulouse-i ház. Ó, itt is van egy Toulouse-i. Na jó, ezek a trónon indítanak? Ja, igen. Na azért, csak letaszították őket. Ó, itt volt egy Chateauneuf. Tényleg ez a ház azóta kihalt? Nem, még van két élő tagja, az egyik. Autószév. Közben az Akvitán király harcol az itáliai királlyal, aki éppen elszakad a vendektől, ha jól látom már megint. Az egyik egy nő, ezzel nem menne sokra, a másik meg egy nő, amivel szintén nem menne sokra. Szóval ez ház kihaltnak tekinthető, kár. Ez az egyik kedvenc házam az 1066-os kezdésnél. Le akarja taszítani a császárt. És... ja, mi segítünk a császárnak. Ejde jó nekünk. Komolyan, melyik volt az idiót, aki úgy döntött, hogy kiosztja a cseh királyságot valakinek, aki már úgyis Szilézia és Mecklenburg herceg, ez a hübéres most erősebb, mint maga a császár. Ilyenből elég volt Itália. Szörnyű. Nézzük a jó oldalát, te legalább nem úgy nézel ki, mint egy arab. Úgyhogy nem értem, hogy lett Gerhard, amikor nyugati szláv, azt hiszem az egy német kultúra, az exkluzív név, de mindegy. Tröm. Valami házasság. Griszony. Ezzel mire mennék? Ja, ővé volt régen a felsőburgundiai hercegség. Ezzel a házassággal lehet, hogy mennék valamire. Vilnius, köszönöm. Deir. Benne az arabok között, köszönöm. Mondjuk furcsa, hogy itt hogy szerzett birtokot egy ortodox eretnek. Akkor ez az Alpi, ez itt egy jó esély, szóval összehozzuk az eljegyzést, aztán hogyha nem jön össze, aztán hogyha mégis úgy döntünk, hogy van jobb jelölt, akkor majd feltörjük. Nem érdekel annyira, hogy dühös lesz ránk. Mások közben a grúzok nem olyan biztos, hogy nyerik ezt a háborút, lehet, hogy Svatopluk ott marad a bizánci trónon. Ami pláne érdekesen nem erül magának követelhetni amúgy a Ven császárságot. Én nem értem, hogy miért gyenge jogot kapott, amikor az apja volt a császár, csak letaszították. Na mindegy. Ó, oh, Bretagne. Ez eddig is Bretagne volt, vagy ez Velszé volt? Most már Bretagne. Cornwall. Ó, oh, kivel áll háborúba? A skótokkal. És egy gróffal Konstanciában. Hogy került ide Bretagne? Ez egy kicsit messze van. Elbritannizálják a nem létező Romániát? Amúgy a cseh kultúra terjed eléggé durván már. Az Occitán meg teljesen kiszorítja a frankot, már csak a lotaringiai király frank. Ő meg nem igazán néz ki annak. Thierry. A németek támadják az angolokat? Ja igen, a megörökölt angol területekért. Úgy tűnik, hogy itt megmarad a Mojmirovicsi, vagy hogy kell ezt kiejteni, ház. Eddig mindig Mojmirovicsnak mondtam, nem tudom miért. Itt volt egy Karolinger, nem is emlékszem. Ja igen, utána jött ez a ház. Na, erre a királynőre abszolút nem emlékszem, erre a kagylósra, vagy mi ez, ja, a kagylók. Lambethi. És angol szász. Nem is dereng. Majd tovább lopj, Prágából. Egy pillanat.